Kortalanul rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, és a fogyókúrák veszélyeiről beszélgetünk. Itt van már velem a stúdióban Halmi Eszter, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnöke. Szeretettel köszöntelek ismét. Szervusz Kata, üdvözlöm a nézőket. Múltkor ugye az izom és a zsír arányáról beszélgettünk, vagy ott fejeztük be ugye a diskurzust, és most pedig a veszélyes fogyókúrákról lesz szó. Hát egyáltalán veszélyes fogyókúrázni? Elronthatjuk? Hogyne, a rosszul vezetett fogyókúráknak nagyon sok veszélye van, és ha már a múltkor ott fejeztük be, hogy az életkorral sajnos romlik az izom és zsír aránya a testünk összetételében, ez az egyik legfőbb veszély a fogyókúrákban is. Tudnélik, amikor fogyókúrázunk, és erőteljesen megszorítjuk a táplálékfelvételt, ugye az étkezésünket, akkor jelentős mennyiségben és gyorsan elindulhat, ugye egyénileg különböző mértékben a testsúlycsökkenés, amely során nem csak a test zsírszövetünkből veszítünk, hanem a vázizom tömegünkből veszítünk, folyadékterek csökkennek. És ez az egyik legnagyobb veszély, hogy amikor viszont a program véget ért, és sajnálatos módon visszacsapás következik be, ott pedig már testzsír gyarapodás van egyértelműen, és ilyen formán, ha ismételten fogyókúrázunk, akkor folyamatosan egyre rosszabb lesz ez az úgynevezett izomzsír arány. Na hát kezdjük akkor, rögtön az elején, amit mondtál, hogyha elkezdünk fogyókúrázni, akkor nem csak a test zsírból veszítünk, hanem az izomból is. Mit jelent ez pontosan, vagy ez milyen arányban történik? Így van, gyönyörűen lehet követni, hogy azoknál, akik kizárólag diétával próbálnak fogyókúrázni, azoknál ez drámaian bekövetkezik. Akik viszont egyúttal fokozatosan növelik a fizikai aktivitásukat, a napi tevékenységüket, illetve a sportaktivitásukat, ott ugyan lassabban fognak a kilók lemenni, de az izomzatukat jobban meg tudják tartani. És ugye ez lenne a cél, hogy izomveszteség ne következzék be a fogyókúra során. Sőt, még akkor talán gyarapíthatjuk is az izmunkat, és csak a zsírból veszünk el, nem, hogyha mozgunk, és mondjuk tudatosan táplálkozunk. Na most nagyon érdekes ez, mert sokféleképpen történhet. Az arányok és a mennyiségek kérdése az egész, mert ha jelentős mértékben végzünk fizikai aktivitást a korábbiakat megelőzően, ott valahol az energia egyensúly érdekében ugye táplálékfelvételt növelni lenne célszerű. Tehát az energia egyensúly kérdése az, hogy hova billentjük azt a mérleget, melyik irányba hat, sikerül-e picit a testsúlyt lefelé vinni, és ebben akkor van sikerünk, hogyha relatíve kevés energiadeficitet hozunk létre, mert azt még a szervezet tudja követni. Tehát magyarán akkor sikerül megtartani jobban az izomzatot, úgyhogy ez a célja a hosszú távú fogyókúráknak, testsúlycsökkentő programoknak pontosabban. Testsúlycsökkentés, igen, már megtanultuk, hogy a fogyókúra szó az nem feltétlenül jó, vagy a szakemberek ugye nem szeretik, de azért a köztudatban, vagy a népnyelv még azért mindig így használja, hogy fogyókúra. Tegnap egy drogériában vásároltam, és megdöbbenve tapasztaltam egyrészt azt, hogy milyen nagy polcon találhatunk étrendkiegészítőket, és akkor bizony ott megnézhetjük, hogy annak hány százaléka ugye fogyókúrás tabletta, termék, táplálékkiegészítő, és a manapság divatos fogyókúrák azért ezt hangsúlyozzák, hogy hát a fotelben ülve is fogyhatunk, csak be kell vennünk ezt a tablettát, vagy mondjuk ezt a port kell reggel meginnunk. Ezeknek milyen veszélyei lehetnek, hogyha a szervezetünket nézzük? Mindenki a csodát várja, és azt reméli, hogy finomságokat mértéktelenül fogyaszthat, és utána valami csoda majd történik. Tehát 100-200 között van ezeknek a termékeknek a száma hazánkban is. Úgyhogy ezekkel hát vigyázni kell, tudnélik, ismeretem szerint, aki már egyszer elkezdett próbálkozni ezekkel a szerekkel, egyre többfélét próbál meg, és átmeneti sikerek lehetnek, ezek elég rövid távúak, hosszú távon viszont
biztos bukásra vannak ítélve az ilyen kísérletek. Hát olyannal is találkoztatunk, általad is említett, ugye mindent kipróbál, de hát semmi sem vált be, hogy ugye pár hétig, vagy mondjuk talán egy-két hónapig az illető mondjuk használja ezeket a szereket, és akkor csalódik, hogy ez sem jött be, kipróbál egy újabbat, és végül is ez egy ördögi kör, és nagyon nehéz belőle kikerülni, de talán mondjuk a mozgással ki lehetne kerülni ebből. Pontosan, ahogy mondod, ördögi kör, és egyre rosszabb a helyzet, tudnélik, a kudarcok sora ismétlődik. Tehát még mindig jobban járnánk, hogyha arra a bizonyos relatíve normál vagy enyhén túlsúlyos tartományban lévő testtömegünkre vigyáznánk, és egyenletesen tartanánk, mint hogyha bekerülünk ebbe az ördögi körbe. Tehát hosszú távon arra kellene figyelni, hogy paralel és fokozatosan, és 100-200 kilokalóriával csökkentgessük az étrendünket, és 100-200-300 kilokalória égetéssel növeljük a fizikai aktivitásunkat. És akkor már is eredményesebbek leszünk. Tehát tulajdonképp azt mondhatnám, hogy csak olyanba szabadna belekezdeni, amit úgy gondolunk, hogy akár életünk végéig folytathatunk. Ami tartható, ez a kulcsa talán a fogyókúráknak, vagy a testsúlycsökkentésnek. Most szittuk ezeket a táplálék kiegészítőket, de hogyha valaki ilyen életmódot folytat, mondjuk egy fogyókúrás tea, egy tabletta, valami apróság, az még beférhet emellé, szóval lehet alkalmazni ezeket is? Természetesen a folyadékfogyasztásnak nagyon nagy jelentősége van. Itt tulajdonképpen a legkülönbözőbb gyógyteák, gyümölcsteák, de a zöldteák, akár fekete tea, aki szereti, szóba jöhetnek. Ezeknek a fogyasztása ajánlott. Én itt most fogyókúrás gyógyteákra, vagy teakeverékekre, meg ezekre a táplálék kiegészítőkre gondoltam, hogy szittük őket, maradjunk de hogy azért... Maradjunk a gyógyteáknál. Igen, a jól bevált gyógyteáknál maradjunk. Igen, azt tudom ajánlani. Tehát csodatévő teákban változatlanul nem tudunk hinni. Tehát a csodatétel az egy más kategória. Azt hagyjuk másra. Igen. Na most van egy olyan mondás is, vagy hát felírtad nekem, hogy kívül csinos, belül zsíros. Mit jelent ez? Hogy valaki lehet, hogy mondjuk külsőre nem tűnik elhízottnak, de mondjuk belül a szervei azok mondjuk elzsírosodtak? Mit jelent ez pontosan? Hát beszéltünk arról, hogy az izomzsírarány az az életkorral változik, most pedig hát azt szeretném hangsúlyozni, hogy a testsúlycsökkentő programokkal is változik, nem csak az elhízással, hanem a testsúlycsökkentő programokkal is változik ez az izomzsírarány. Na most életkor szerint megint nagyon különböző a helyzet, főleg a fiatal hölgyeknél gyakori az, hogy ismételt fogyókúrák után ugyan sikerül a testtömegüket csökkenteni, de ha megvizsgáljuk a testösszetételüket, akkor létrejön már náluk ez a kedvezőtlen hatás. Van, amikor ez látványos is, tehát látjuk, hogy valaki biztos, hogy a normál tartományban van a testtömegét illetően, de úgy picit látszik rajta, hogy ami viszont van, az nem izom, hanem zsírszövet. És ez viszont hosszú távon káros. Tehát tulajdonképpen azt is beszéltük már korábbi alkalmakkal, hogy a különböző társbetegségek, elhízást kísérő betegségek a zsírszövettel együtt, a zsírszövet gyarapodásával együtt gyakoribbak, tehát ennek elébe kellene menni. Sokféle megnevezése van egyébként, ez a thin outside, fatty inside, amit említettél, de egyéb szakmai elnevezése is vannak ennek a jelenségnek. Tetszik, kívül csinos, belül zsíros, ilyenkor a szakemberek mit tanácsolnak? Vagy hogyan lehet például ezen változtatni, vagy mondjuk pozitív irányba billenteni, ugye az általad is említett mérleg nyelvét, ugye az izom tartományba? Ebben az esetben feltételezhető az, hogy a fizikai aktivitás hiányzik, nem kellő mértékű, tehát ott rögtön be lehet avatkozni, és hát a táplálkozási interjú során ki lehet azt deríteni, hogy a gyakorlatban mi jellemzi az egyén táplálkozását, és akkor azt is megfelelő irányba lehet módosítani.
Ilyenkor kihez forduljunk? Mondjuk a házi orvos tud-e például tanácsokat adni, vagy ő majd tovább küld minket akkor szakemberekhez? Hát ez egy kruciátus kérdés, hogy megfelelő helyre, hová és milyen szakemberekhez fordulhatunk. Mindenképpen célszerű obezitológust felkeresni, akik még nem nagy számban vannak. Nem is hallottam még ezt a szót. Ez az elhízás problémájával, más néven az obezitással foglalkozó orvos, még kis számban vannak. Természetesen a házi orvosokhoz forduljunk, tehát ők tudnak terület szerint elirányítani olyan irányba, ami megfelelő, vagy az ő környezetükben dietetikus vagy mozgásterapeuta felelhető. Na most az elhízás, azt tudjuk, vagy annyit beszélünk róla, meg annyit látjuk ugye az utcán is sétálva, hogy népbetegség. Most ez a fajtája vagy szelete, hogy kívülcsinos, belül zsíros, ez mennyire érinti mondjuk a magyar embereket? Ez egy új jelenség, úgyhogy ez főleg a fiatalokat érinti, ahogy elmondtam, és a hölgyeket érinti. Ez az a középkorú és idősebb korosztályban kevésbé jellemző, illetőleg ott már, ahogy említettük, életkorral is a zsírszövet mennyisége növekszik, tehát nem véletlenül hirdetjük szakmai társaságokkal közösen a mindenkivel, aki érintett, hogy gyakorlatilag élethosszonát kellene sportoljunk, illetve fizikai aktivitást végezzünk, ha más nem ebben a gyönyörű időben kirándulni, túrázni, akinek módja van kertészkedni, de ha csak a balkonládához már föláll, és néhány virágot elültet benne azzal is már, vagy a kutyáját kiviszi sétáltatni, vagy bármilyen aktivitást. Tehát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy legyünk aktívak. Ez az egyik legfontosabb üzenet. Az jó, hogyha a szakma foglalkozik ezzel, vagy a szakma foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, már csak ugye az embereknek kell maguknak a saját életükbe átültetni ezeket a jó tanácsokat. Köszönöm szépen, Eszter, hogy ismét beszélgethettünk. Én is köszönöm.